A névadóra Arany Jánosra emlékeztek az elmúlt időszakban az Arany János általános iskolában. A program nyitányaként Kovács Tímea igazgató helyettes idézte fel Arany János életét. Az ünnepségen részt vett Sági István, Karcag tankerületi igazgató, Pánti Ildikó, Karcagi Nagy Zoltán és Szepesi Tibor önkormányzati képviselő is. Az aranyos napok megnyitóján már hagyomány, hogy a nyolcadikosok adnak műsort, ahol felidézik Arany János munkásságát. Így volt ez most is. Az informatika világában elég nehéz magát az olvastást is megszerettetni, de azért itt nagy hagyományai vannak, meg nagyon figyelünk arra, hogy azért Arany János életét, magát, a költészetét, műveit ismerjék. Azt, hogy maguk olvasnak-e, azt azért a mi feladatunk egy kicsit erősíteni bennük. Az általános iskolai tananyagban szerepelnek az Arany János balladái, de azért szoktunk olyanokat is, én legalábbis magyar órán olyanokat is olvasni, ami nincs benne a kötelező tantervbe. Érdekli a tanulókat, itt azért egy nagyobb elvont gondolkodást igényel tőlük. A Toldit azt pedig azért ajánlom, mert egyébként szeretik. Tehát, hogy akármennyire nehéz a nyelvezete, szeretik a történetet. Az ünnepélyes megnyitó végén az iskola vezetői, valamint a diák önkormányzat képviselői megkoszorúzták az aulában lévő Arany János mellszobrot. Ezután városi egyéni rajzverseny kezdődött, ahol Szentesi né Nánási Tünde igazgató köszöntötte az aranyos és a város általános iskoláiból érkezett felsős diákokat, akiknek egy óra állt a rendelkezésre, hogy a Toldiból egy jelenetet ábrázoljanak. Amikor elkezdtük az aranyos napokat, akkor így volt a városi rajzverseny, hogy eljöttek a gyerekek, és akkor egy másfél óra volt nekik, hogy megalkossák a műveiket, viszont néhány évvel ezelőtt kicsit érdektelenné váltak a tanulók, annyira kevesen jöttek el erre a napra, hogy úgy döntöttük, hogy akkor előre meghirdetjük a pályázatot, és akkor megpróbáljuk úgy, és azért volt az, hogy akkor már, mikor volt a megnyitó, akkor már kim voltak a rajzok. Idén úgy döntöttünk, hogy akkor kicsit változtassunk, próbáljuk meg a régi dolgainkat, és szerencsére nagyon sok versenyző érkezett, úgyhogy jó volt, hogy ezt így visszavezettük.